Azzal szoktak viccelni, hogy a férfiaknak egy szervre elegendő vérük van, azaz vagy az agyukat, vagy a falloszokat üzemeltetik vele. Na de a viccet félretéve tényleg igaz az, hogy a férfiak minden hetedik másodpercben átlagosan a szexre gondolnak. Bár azt nézve, hogy már eltelt 14 másodperc legalább ebből a videóból, te barátom már kétszer szexre gondoltál. Egy 1995-ös kutatás téves értelmezésén alapszik az információ, amit csúnyán félreértettek és csúnyán eltúloztak, viszont már maga a kutatás is megkérdőjelezhető, hiszen arra kérték az egyes embereket, hogy becsüljék meg, hogy egy nap hányszor gondolnak a szexre, és mint tudjuk, az emberek nem a legjobbak az ilyenfajta becslésekben. Azt sem tudod megmondani, hogy mit reggeliztél tegnap, nemhogy ilyen infókat, ugye? Ugye? Az Ohio Egyetem kutatói viszont egy kutatás keretében arra kérték az alanyaikat, hogy rögzítsék egy nap, hogy mikor gondolnak szexre, ételre és alvásra. A férfiak egy nap 19-szer gondoltak szexre, tehát átlagosan 1,26 óránként, nem 7 másodpercenként. Kajára egy nap 18-szor, alvásra pedig 11-szer gondoltak, tehát majdnem annyiszor gondoltak a kajára, mint a szexre. A nők ezzel szemben egy nap átlagosan 8,5-ször gondoltak alvásra, 10-szer a szexre és 15-ször a kajára. Szóval akkor kit is kell a hasánál fogva megfogni?